Nagy Erzsébettel folytatjuk a PDS országos választmányi tagjával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Két egymásnak látszólag ellentmondó felmérés adatai is nyilvánosságra kerültek tegnap. Egyrésztről a magyar emberek jelentős része nem tart a negyedik hullámtól, mármint a járvánnyal kapcsolatban. Ugyanakkor egy másik felmérés szerint, bár ezt tegnap is kihangsúlyoztam már, hogy egy számítástechnikai cikkeket forgalmazó nagy cég támogatása vagy kérésére zajló felmérés eredménye pedig azt mutatja, hogy a szülők 80%-a szerint biztosan lesz átmeneti ideig legalább digitális oktatás, vagyis az iskolákat kénytelenek leszünk majd megint bezárni az ősszel. Önök hogy látják ezt, mit látnak előre, mit jósolnak, és mennyire látják felkészültnek az oktatás ügyet erre a helyzetre? Mi elsősorban a szakmai hangokat figyeljük. És nagyon úgy néz ki, hogy konszenzus van a tekintetben, hogy sajnos a negyedik hullámot nem lehet elkerülni. Hogy ez milyen súlyosságú lesz, és hogy érinti az iskolákat, azt viszont nem látjuk előre. Én nemrégiben egy más ügyben, de igazából Covid-hoz kapcsolódóan egy mentálhigiénés program megbeszélésére a miniszterelnöki hivatalban voltam, ahol Gulyás Gergely elmondta, hogy az utolsó pillanatban zárnak csak, és csak abban az esetben, hogyha erre óhatatlanul szükség van és megkerülhetetlen. Én úgy gondolom, hogy attól is tartani kell, hogy sajnos későn fog megint történni az árás, és nem tudjuk, hogy annak hány áldozata lesz. Hiszen tudjuk, hogy a lakosságnak egy elég jelentős része még nem beoltott. Azt is bőven lehet tudni, hogy a gyerekek között, főleg, hogyha együtt játszanak, hangoskodnak, óhatatlanul is könnyebben terjed a környezetükben a járvány, és hát így aztán hazaviszik majd a fertőzést, tehát nem lehet tudni egészen pontosan, hogy ez milyen következményekkel fog. Mennyi lett megoldás ez a beharangozott előzetes oltási program, mármint hogy a tanév kezdés előtt, illetve a tanév első napjaiban is lehetőség lesz a gyerekeknek az oltás? Ami most már ugye eltolódott, először arról volt szó, hogy augusztus 30-31-én lesz, most már az a legújabb információ, hogy majd szeptember 2-án, 3-án is lehet oltást kérni az iskolákban. Csak az a probléma, hogy és hol van ennek az előkészülete? Hol látunk erre bármiféle lépést is a kormány részéről, vagy egyáltalán fenntartók részéről, hogy ezt előkészíteni? Hát az egészségügy részéről, hogy befognak menni az iskolákba, mert ugye arról is szól semmit. A hír, hogy... Igen. Tehát az iskolák konkrétan nem tudnak semmit, nyáron kijött egy direktíva, és nem mindenhova, az az érdekes, hanem néhány tankerületből jelezték, hogy az intézmények kaptak egy olyan levelet, hogy a pedagógusokat így a nyár közepén, júliusban meg kell kérni arra, hogy keressék meg a szülőket, győzzék meg őket, illetve mérjék fel, hogy kik azok, akik kérnének a gyermekük számára oltást. Ezzel kapcsolatban mi reagáltunk is, hogy ez nem a pedagógusok feladata, és hát azért a nyári szabadság idején elrendelt munkavégzésnek megvannak ugye a munkatörvénykönyvbeli szabályai, és nem munkakörbe tartozó feladatokat nem lehet ilyen értelemben elrendelni. Erre jött a válasz a minisztérium részéről, hogy ők ilyet nem is rendeltek el, és hogy valamelyik járási hivatal túlkapása volt az egész, és hogy tulajdonképpen vissza van vonva ez az intézkedés. Aztán azt jelezték az iskolákból felénk, hogy nem jött a visszavonó levél sem. Tehát ez a teljes káosz van igazából ezzel kapcsolatban. Sokan szabadságon vannak, a nyáron akadozik az állami gépezet is, úgy tűnik. Igen. Mit gondol viszont arról, hogy a korábbi oktatási miniszter Hoffmann Rózsa tette egy nyilatkozatot, egy kis ugrása egy másik témára vonatkozólag, ami az iskolákat érinti azért, hogy a szexuális felvilágosítás oktatására szerinte csak 14 éves kor után van szükség az iskolákban. Ez egészen elképesztő. Egyrészt elképesztő az, hogy valaki az iskolákon kívüli személy, most tekintsünk el tőle, hogy ő kicsoda, de hogy kívülről meghatározza, és tudja, hogy mi az az életkor, amikor minden pedagógus számára mondjuk feladat lehet a szexuális felvilágosítás. Ez egyébként előrelépés a tekintetben, hogy eddig ugye az volt a kormányzati szöveg, hogy ezzel az iskola egyáltalán is foglalkozzon, ez a szülő feladata, most pedig, hogy 14 éves kor fölött. Csak hát ismerik a 14 éveseket, ismerik a 14 éves kor alattiakat, hogy ott milyen problémák, illetve milyen érdekességek fordulnak elő. Hát én azért eddig gyakorló pedagógusként és ügyelő tanárként is azért tudok történeteket, ami alapján azt tudom mondani, hogy 14 éves kor fölött már igencsak késő a szexuális felvilágosítás. Hát főképpen egyre akceleráltabbak a gyerekek, egyre korábbra tolódik, talán Hoffmann Rózsa emlékeiben még későbbi időszakban volt. Asos, a remény.
cégek is elég sok mindent tudnak már, és eléggé keveset ahhoz, hogy azért tényleg rendezett információk is, ismeretek legyenek a fejükben, és én azt hiszem, hogy ezt azért alapvetően a szakmára, a pedagógusokra kellene bízni, hogy az adott iskolai közösségen belül mikor kerüljön a szexuális felvilágosításra sor, és nem a haza és a haladás érdekében, hanem a gyermekek egészsége érdekében. Ezzel arra célos, hogy azt is megemlítette, igen, hogy olyan módon, olyan értékrend szerint kéne a gyerekeinket nevelni, és itt a szexuális felvilágosítás kapcsán tartott ez fontosnak, ami a haza javát szolgálja az egyéni boldogulásuk mellett. No, a másik, ha már ennél a témának ön és a gyakorlati tapasztalatairól beszélt ezzel a témával kapcsolatban, és mit gondol arról a népszavazási kezdeményezésről, és mennyire látja reális veszélynek azt, amire vonatkoznak a kérdések, hogy a nemük megváltoztatását eredményező műtétekkel kapcsolatban is mennyire van reális veszélye a fiataloknak, 14, 16, 18 éves gyerekeknek, hogy ezzel valóban fenyegető dolog, hogy ezzel reálisan foglalkozna bárki is? Egészen biztosan nem. És teljes őrület és abszurditás az, hogy azt gondoljuk, hogy LMBTQ propaganda kerül az óvodákba és iskolákba, és ilyen csapatok kopogtatnak folyamatosan az óvodák és iskolák kapuján, illetve pedagógusok ilyen jellegű foglalkozásokat igényelnének. Én úgy gondolom, hogy ez terelés. Most egyébként, hogy megszólalt Hoffmann Rózsa, én úgy gondolom, hogy annak a terelése, hogy beszéljünk arról, hogy melyek a tényleges problémák az iskola kezdésnél, a hihetetlen nagy tanárhiány, hogy most már lassan bármely szakos pedagógust is keresnek iskolákban, ami ugye azt jelenti, hogy már nincs, aki vigyázzon a gyerekekre. Hú, erről is kellett volna beszélnünk, már téma volt ugye ma reggel, hogy változik majd az oktatás. Illetve számos más olyan gond, ami ténylegesen jelen van az óvodákban és az iskolákban, az alacsony fizetések miatt, amiatt, hogy tömegével hagyják el a pályát, és egyáltalán azok az iskolai problémák, amelyek ténylegesen jelen vannak, azoknak az elfedésére szolgálnak ezek az őrületek, és én nagyon remélem, hogy azok a nézők, illetve azok az állampolgárok, akik a kormánypropagandát hallgatják csak, azért nekik is leesik, hogy ez ennek a valósághoz semmi köze. Viszont arról beszélünk, mert az fontos, hogy egy percet legalább erre kaptunk még a szerkesztőnktől, hogy elmondja a véleményét, hogy mit gondol az oktatás ügy, illetve a tanárképzés tervezett átalakításáról, hogy összemosnák az általános iskolai és középiskolai tanárok közti különbségeket, lényegesen kevesebb órában foglalkoznának a feladattal, tehát egyfajta gyors talpaló tanfolyamon próbálnak a tanárhiány pótolni. Igen. Hát a tanárképzés reformjára már régóta tudjuk, hogy szükség van. De nem olyan jellegű reformra van szükség, amit most bevezettek, mert ráadásul nem is az a legnagyobb probléma az egésszel, hogy az általános iskola és középiskolai tanárképzés egybecsúszik, abban még lenne is racionalitás. Hanem az a probléma, hogy az is előírás volna, hogy csak a NAT műveltségtartalmaival szabad foglalkozni a tanárképzésnek, és a középszintű érettségére felkészítőnek kell lenni az oktatásnak. Ez azért azt jelenti, hogy jelentősen redukált tartalom lesz az, amit a hallgatók majd kapnak, és nem gondolnám, hogy a tanárképzést azt fogja megreformálni, a tanári pályát azt fogja attraktívabbá tenni, hogy a tanárok majd nem fognak többet tudni, mint az érettségiző diákjaik. Hát ez inkább beszél, mint megoldás való. Köszönjük szépen, hogy itt ott és elmondta. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.